Sziasztok! Szeretnék update-et adni a szexuális zaklatás ügyében, hogyha esetleg nem tudod, hogy miről van szó, akkor belinkelem a videót, amiben elmesélem, hogy hogyan lettem zaklatás áldozata. Abban a videóban a végén azt mondtam, hogy jól esne egy kis támogatás. Iszonyatosan meglepődtem, hogy mennyi ember vette a fáradtságot, pozitív üzeneteket küldött nekem, támogatott, bátorított, megdicsért, hogy bátor vagyok, hogy elmondtam ezt, és hogy kiálltam magamért. És még jobban meglepett, hogy mennyi nő írt arról, hogy ez velük is megtörtént, ilyen vagy másfajta formában. Nagyon meglepődtem rajta, hogy mennyi emberrel csak az ismeretségi körömből ez megtörtént. Ez számomra hihetetlen. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire gyakori. És igazából ez nagyon elszomorít, mert akikről azt hittem, hogy ismerem őket, nem ismerem őket. És nekem is mondtátok, hogy úristen, ezt soha nem gondoltam volna rólad, mint hogyha bármi választásom lett volna. De azt hiszem, hogy értem, hogy miről beszéltetek. Arról, hogy talán azt gondoltátok volna, hogy ezt elmondtam volna. De igazából 3 hónapig tartott nekem az, amire összeszedtem a bátorságomat, és leküzdöttem a szégyenem, hogy ezt megosszam. Ennyi időbe telt az, hogy rájöjjek arra, hogy azzal, hogyha ezt kibeszélem, akkor nem csak magamnak, hanem másnak is jót tehetek. És amióta ezt megtettem, 100 000-szer megerősültem benne, vagy hogy mondják azt. Eljöttem a természetbe, gondoltam, egy kicsit kifutom a stresszt és a feszültséget, és nagyon jól tettem. És itt találtam magam egy szellemvárosban. Valaha itt egy egész falu rész volt. Valaha itt éltek emberek, és dolgoztak, és gondolom nevettek, és sírtak, és most nincs itt semmi. Átvette a vad természet. És azon gondolkoztam, hogy lehetséges, hogy azokkal, akikkel ilyen bántalmazás történik, nekik is a szívük egy része az így néz ki. Ahogy az üzeneteitekből kiderült, sokan nem beszéltétek ki ezt magatokból, és senkinek sem mondtátok el, hanem egyszerűen magára hagytátok azt a részét a szíveteknek. És én azon gondolkozom, hogy ez olyan visszacsinálható. És azon is gondolkozom, hogy vajon ez miért van? Azért, mert nem vagyunk elég erősek, mi nők. Azért van, mert nem támogatnak minket eléggé. Lehet, hogy nem is tudjuk, hogy van ilyen lehetőség, hogy ezt egyszerűen elmondjuk. Teljesen megértem, hogy ha sokan úgy vagytok még, hogy ezt egyszerűen nem lehet elmondani, mert akkor a szörnyűség történt, és szégyellitek magatokat, és valami furcsa oknál fogva védeni akarjátok azt, aki ezt tette veletek. Ezen én mind átmentem, ezért megértem. Nem is akarom bárkinek azt mondani, hogy meséljen erről, hogyha még nem kész, csak azt tudom mondani, hogy nekem ez hatalmas segítség volt, hogy elmondtam, és hogy ilyen módon reagáltatok rá. Ezt nagyon köszönöm. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék kérni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent nekem a támogatásotok és az üzeneteitek. Azt szeretném kérni, hogy kizárólag publikus módon, komment formájában tegyétek ezt, és ennek 2 oka van. Az egyik az az, hogy nagyon megterhelő még lelkileg újra és újra és újra ezzel a témával foglalkozni. Ez a szellemváros a szívemben még mindig él, és fájdalmas oda bemenni. És hogyha üzeneteket küldtök, akkor ugye nem tudom, hogy miről van szó, és amikor már megnyitottam, akkor már ott vagyok. Viszont, hogyha kommentet írtok, akkor el tudom dönteni, hogy jó, most készen állok rá, és elolvasom őket, és megválaszolom őket. De még egyszer, iszonyatosan hálás vagyok érte, csak egyszerűen őszintének kell lennem, és el kell mondanom, hogy még nem vagyok elég erős ahhoz, hogy nagyon sokszor egy nap ezen átmenjek. A másik ok pedig az, hogy az a rengeteg történet, rengeteg pozitív, támogató energia, ami tőletek jött, nőktől, férfiaktól, olyanoktól, akikkel ez megtörtént, olyanoktól, akikkel nem történt meg, az olyan szinten gyógyító hatású, hogy ezt nem szeretném elvenni.
azoktól, akik még nincsenek készen arra, hogy megosszák ilyen formában, hogy mi történt velük, de mégis figyelik, követik ezt a történetet. Szóval legyünk itt egymásnak, segítsük egymást, és még egyszer nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok nekem. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a lányaitokra. Sziasztok!